Mi azért vagyunk ma itt, hogy egy kicsit beszélgessünk arról, hogy hogy működik egy csapat. És az alapgondolat az igazából az, hogy nem minden csoport csapat. A pedagógusok is tudják, hogy lehet 20 gyereket egy teremben rakni, de attól még nem lesz osztály. Ugye? Ez idő kell, meg munka is kell. Presbiterek is tudják, hogy lehet 100 embert beterelni egy templomba, de akkor még nem lesz csapat, vagy közösség. Egyáltalán, akkor egyelőre tömeg, ugye? Vagy ha kevesebb ember jön, akkor egy csoport, de még nem csapat. Ugye? Ezt akkor látjuk, amikor ugye, látjuk a különbséget, amikor néhány ember találkozik, és megbeszélik, hogy este fognak focizni, és akkor este találkozunk, és akkor ott kell eldönteni, hogy ki mit fog játszani. Pontosan hogy is fogjuk ezt játszani. Lesz 3 labda, hirtelen mindenki arra gondolt, hogy biztos nem lesz labda. De ha csapatba tartozom, akkor ugye a keret az megvan, mindenkinek megvan a saját helye. A csapatban tudjuk, hogy mikor, hol, ki ellen, és győzni akarunk, és akkor teljesen más. Ugye? Más egy csoport, és más egy csapat. Viszont ha együtt dolgozunk, akkor a legjobb, hogyha csapatként tudunk dolgozni, és nem úgy, mint csoport. És ezért néhány dolgot tisztázni kell. Tehát itt tényleg nagyon alap dolgokról fogok beszélni, hogy lássuk, hogy hogy lesz a csoportból csapat. Na, rajzoltam néhány fekete kört, tehát ez itt 6 ember. Ez most egyelőre csak egy csoport, vagy egy halmaz, vagy éppen találkoztak. Most belőlük fogunk egy csapatot csinálni. Az első számú dolog, ami szükséges ahhoz, hogy egy csoportból csapat legyen, az általában valami cél. Ja? Ezért adtam egy feladatot néhány embernek, akik nem szoktak együtt dolgozni, vagy nem minden nap szoktak együtt dolgozni, kaptak egy papírt, és kaptak íróeszközt, és akkor hirtelen lett egy közös feladat, meg kell csinálni. Ja? Tehát a csapathoz, hogy a csoportból csapat legyen, biztos, hogy kell valami cél. Ha hosszú távú célről beszélünk, és akkor itt ugye mind az iskolánál, mind a gyülekezetnél ilyen sokkal hosszabb távú célról beszélünk, akkor egyházon belül szeretünk küldetésről beszélni. Föl is írom. Küldetés. A küldetés az azt jelenti, hogy folyamatosan kell valamit csinálni, ugye, az iskolába azért, mert mindig jönnek újabb gyerekek. Legalább reméljük, hogy minden év újra föl tudjuk tölteni az első osztályt, de a gyülekezetben igazából ugyanúgy. Ugye? Meghalnak emberek, és ha minden igaz, akkor be is lépnek, vagy bele születnek új emberek a gyülekezetbe. Tehát egy változó környezetben kell egy bizonyos célt elérni, és természetesen egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan fogalmazzuk meg a küldetésünket. Ugye? Egy iskola mondhatja azt, hogy mi azt szeretnénk elérni, hogy minden gyerek a megfelelő tudással menjen tovább tanulni. Ugye? Ez lehet egy célkitűzés, minden osztályban, minden évfolyamban ezen kell dolgozni, de teljesen világos, remélem, hogy ha ez a célkitűzés, akkor többet fogunk foglalkozni a gyengébb tanulókkal, és kevesebbet a jó tanulókkal, mert ugye akkor a gyengéknek kell inkább segíteni, hogy ők is arra a szintre jussanak, amikre a jó tanulók maguktól is jönnek. Egy másik iskolának az lehet a célkitűzés, hogy minél több versenyen, minél több első helyezést érjünk el. Van olyan iskola is, nem is olyan messze. Az azt jelenti, hogy a jó tanulókkal kell leginkább foglalkozni, hogy még jobbak legyenek, a lemaradókkal nem kell foglalkozni, mert ezek egyáltalán nem jutnak a semmilyen versenyre, hát akkor nem baj, az alapokat megtanulják, de hát akkor a külön óra délután, vagy a személyes foglalkozás lenne fontos. Ugye hirtelen máshogy néz ki ugyanaz az iskola. Ugye más gyerekekre koncentrálunk. Ha az a terv, hogy minél több, vagy az összes gyerekből a legjobbat kell kihozni, akkor a jókkal versenyre kell menni, és a gyengéket korrepetálni kell. Ugye ez nagyon szép célkitűzés, csak akkor az iskola értse meg, hogy mit csinál magának, akkor mindenkivel ezzel el kell foglalkozni, hogyha ez a küldetésünk.
gyülekezetnél természetesen ugyanaz. Lehet az a cél, hogy minél többen legyünk. Hát akkor egy kis felmérést kell csinálni a városba, hogy ki mit szeret, és akkor azt szervezzük meg. Lehet az a cél, hogy mindenki teológiai szinten ismeri a Bibliát, hát akkor a tudást kell nyomni. Ha az a cél, hogy keresztény életközösség legyünk, akkor megint más a történet. Jó? Tehát, de kell egy egyértelmű küldetés, hogy a csoportból csapat legyen. Az, hogy megvan a küldetés, az önmagában még nem elég. Ja? Szükség, hogy mindenki elkötelezett legyen a küldetés mellett. Ja? Adok egy feladatot, hogy reklámot kell csinálni. Valaki itt ül, azt mondja, ez a szabad napom lenne, de hát miért kell itt annyit dolgozni? Én majd nézem, hogy a többiek mit csinálnak. Akkor ő nem része a csapatnak, hanem kivonja magát. Ja? Hogy a csoportból csapat legyen, kell egy küldetés, de az, hogy van, az még nem elég. Mindenki legyen elkötelezett a küldetés mellett, hogy én azért jöttem ide dolgozni, vagy azért vállaltam a presbiterséget, hogy ezt a küldetést segítsem megvalósítani. És ha egyszer ez így van, akkor vissza is üt az egész, ha mindenki elkötelezett ugyanannak a küldetés mellett, akkor az fordítva azt jelenti, hogy közös a felelősség. Akkor nem jelenti azt, hogy hát ha valamit nem értünk el, akkor a hatból kiválasztunk egyet, és akkor miattad nem működik. A foci csapatban se működik ez így. Együtt játszunk, 11-en, vagy még többen vagyunk, nyerni akarunk, ha kikapunk, akkor persze valaki hibázott, itt-ott-amott, elképzelhető, de mi nyertünk, és mi veszítettünk. Nem úgy vagyunk, hogy mi nyertünk, és te vagy a hibás. Ugye? Amikor éppen nem. Ugye nagyon vigyázni kell. Közös küldetés azt jelenti, hogy közös elkötelezettség, és közös felelősség. De ugye mindenkiben ez egy kicsit máshogy csapódik le. Ugye a csapatban mindenkinek megvan a saját szerepe. Ha mindenki ugyanolyan személyiség, mindenki ugyanúgy fogja fel a munkát, akkor ebből baj lesz. Ugye van az az ember, aki már 5 perc után mondja, hogy kevés lesz az idő. Ő már előre tudja, hogy szükség van ilyen emberre, mert ugye ez az ember hagyja a többieket, hogy most nem szabad így most lazulni, hogy figyeljünk oda, hogy csak egy fél óránk van, és ő már előre látja, hogy itt talán baj. Ha az egész csapat ilyen, hogy hú, kevés lesz az idő, akkor leblokkol az egész csapat. Ugye nem történik semmi. Ugye? Kell valaki, aki eszközöket tud beszerezni. Ugye? Vannak neki kapcsolatai. Hogy ismeri a környezetet, ahol vagyunk. Hát, Márkótól 15 filcet kaptunk, de gyerekek, ezzel nem lehet. Csak eleve filccel nem lehet. Ugye? Tehát, ide ceruza kell. Tehát, meg színes. De tudok, én szerzek. Ha mindenki ilyen, akkor elmegy a fél óra azzal, hogy mindenki keresi ugye, a legtöbb eszközöket, lesz egy halom, csak a feladat nincs elvégezve. Ugye? Ezért kell az a másik, hogy hú, gyerekek, nincs időnk! Ugye? Kell valaki, aki mondja az ötleteket. Mondja, így is lehet. Az is lehet, mert különben ugye az egyik már izgul, hogy nincs idő, másik ugye összerakja már az eszközöket, de ha nincs ötlet, akkor mi lesz ebből? Ugye kell olyan ember, aki állandóan mondja a dolgokat, így is lehet, úgy, arra gondoltam még azzal lehet kiegészíteni. Mit gondoljátok, hogyha még ezt is belerakjuk? És kell valaki, aki ezt csinálja. Ugye? Tehát aki, ugye, nem biztos, hogy ez ugyanaz a személy, ugye? Nagyon jó, hogyha valaki mondja, hogy hát ilyen sapkát kellene rajzolni az iskolára, de nem biztos, hogy aki mondja, meg is tudja csinálni, értitek? Kell valaki, fogja a ceruzát, mondja, jó, hát ezt így 3D-be, ezt én tudom. Ő nem jött volna rá magától, hogy ez jó lesz. Értitek? Ugye mindenkinek megvan a saját szerepe a csapatban. És ugye kell valaki, aki néha-néha felteszi a kérdést, hogy ez most jó?
A külön mondja mindenki, hogy ezerrel dolgozik, egyszer valaki mondja, és ez most jó, tényleg, ha lépjünk vissza, na, ugye, ha egyforma emberek vannak egy csapatban, akkor ebből baj lesz. Mert mindig hiányzik valaki. Hiányzik az az ember, aki hagyja a többieket. Nincs idő. Hiányzik az az ember, aki tud még ceruzát szerezni. Hiányzik az az ember, aki mondja, hogy hát ide egy kakast kéne. De hogy kell kakast rajzolni? Másik már fogja a ceruzát, rajzolja a kakast úgy, hogy 3D-be, és halljuk kukorékolni. Értitek? Általában egy kicsit így a személyiségünktől függ, hogy hogy veszünk részt a csapat munkába, nincs ezzel semmi gond. De remélem értitek, hogyha egyforma embereket rakunk össze, egyforma személyiségeket rakunk össze egy csapatba, akkor ott baj lesz. Ugye? Annyira én se tudok magammal dolgozni hosszú távra. Már néha ideges leszek attól, hogy magamat hallom vissza, amikor felvettem egy ígérdetést vagy egy előadást. Mert furcsa a hangom, ha nem élőben beszélek. Viszont ez azt jelenti, hogy egy csapatban nem gondolkodunk egyformán. Ugye? Mindig lesz egy ember, aki valamire gondol, amire én nem. Aki valamit kiemel, amire én nem is gondoltam, nem is tartom fontosnak. És ugye ezt meg kell tanulni. Ezért nehéz a csapatmunka, hogy én egy bizonyos személyiség vagyok, és bizonyos dolgok nekem fontosak, csak ha az egész csapat csak olyan emberekből állna, mint én, akkor bizonyos dolgok nem fognak megtörténni. Vagy nem időre, vagy nem lesz ötletes, vagy nem lesz szép, vagy... Ugye ezt ki kell bírni, egyszerűen. Ezért mondtam, hogy a fontos a közösen vállalt küldetés, és az a tudat, hogy közösen vagyunk felelősek, ugye ez gondoskodik arról, hogy én értem azt, hogy mindenki a saját helyén játszik. Ugye? Tehát aki nagyon jó támadójátékos, nem biztos, hogy védekező pozícióra kell rakni. És fordítva, de mind a kettőre szükség van, hogyha azt akarom, hogy elérjük a célunkat. És a kulcsember egy ilyen csapatban, az mégiscsak, így beszínezem egy kicsit, a vezető. A vezető az az ember, aki mindenre figyel, igazából. Figyel arra, hogy a munka még mindig a küldetés szerint folyik. Tehát jó irányba haladunk? Vagy már mindenki szanaszét csinál dolgokat? Ugye? A vezető az, aki megvizsgálja, hogy mindenki azt a feladatot végzi, ami passzol hozzá. Tehát tényleg be tudja adni a személyiségét a csapat munkába. Ugye? Valakinek ezt el kell döntenie, mert különben itt baj lesz. Ugye? Ez a vezetőnek a szerepe. A vezetőnek a szerepe az megnézni, hogy rendelkezésre áll-e megfelelő számú eszköz, lehet itt forrásra is gondolni, tehát pénzre gondolni, és a megfelelő létszám. Ugye? Erre a vezető megnézi, hogy megvan elég ember a munkához. Mert ha kevesen vagyunk a munkához képest, akkor mindenki le lesz terhelve. Ha sokan vagyunk a munkához képest, akkor az emberek fel azt fogja gondolni, hogy majd a többiek megcsinálják. És ugye lesz 2-3 ember a csapatban, aki úgy érzi, hogy hát ezt csinálni kell, csinálják is, a többiek meg, hát vagyunk mi elegen, kell nekem ezzel foglalkoznom, de az se jó, értitek? A megfelelő létszám kell, a megfelelő eszközök kellenek, megfelelő források, ugye mindezek a dolgok a vezetőnek a felelősségéhez tartozik. Nem biztos, hogy ő be fogja szerezni a megfelelő eszközöket, csak ő el tudja mondani, el fogja mondani, hogy gyerekek, szerintem ezek a fircek nem lesznek jó. Tud-e valaki ceruzát? És ugye a hálózati ember azt fogja mondani, hogy nekem van egy ismerősem, nekem van, annak van egy barátja, annak van egy boltja, és onnan tudok én olcsón ceruzát szerezni. Például. Értitek? Aki mondja, nem mindig ugyanaz, mint aki csinálja,
mert az egy kicsit itt a szerepektől függ, és a szerepek meg sokszor attól függnek, hogy milyen személyiség vagyok, de kell egy valaki, aki odafigyel az egészre. Ezért iskolában is, ugye a vezetőnek még általában még egy külön segítője van, titkár. Vagy egy nagy cégnél ugye a vezetőnek egy komplett segítőtársasága van még, mert annyi feladata van, amit egyedül nem tud ellátni, csak neki az a dolga, hogy legyenek ellátva a feladatok. És sokszor ez láthatatlan munka, és nem is értjük, hogy hogy neki hatalma van, és így parancsolgat, mit akar itt a vezető. Hát a vezető csak azt akarja, hogy mindenki a helyén legyen. És közösen dolgozunk a küldetésünkön, és meglegyenek a források, az emberek, meg minden más. Ez általában bőven elég munka. Ugye? Gyülekezetben ugyanúgy. Akkor még mindig nem a célnél vagyunk, mert ugye látjátok, hogy itt az emberek között még nincsenek vonalak, tehát hol vannak itt az emberi kapcsolatok. Ugye? De ha ez megvan, megvan a küldetés, megvan egy vezető, aki a megfelelő létszámú embereket hívja össze, aki gondoskodik akkor arról, hogy a megfelelő források, eszközök állnak rendelkezésre, aki megbeszéli mindenkivel, hogy kinek mi lesz a szerepe, mit vállal szívesen ebből, akkor már jöhet a következő lépés, hogy az emberek közötti kapcsolatok kezdjenek egyre jobban működni. Ott, hogy a csapatmunkánál két fontos dolog, az egyik a bizalom. Hogy megbízom abban, hogy mindenki megteszi azt, amit vállalt. Ha nincs bizalom, akkor a csapatban lesz olyan ember, aki mindent fog vállalni, mert a többiek úgyse csinálják, akkor hát inkább én. Rosszabb esetben az a vezető, ugyanaz a személy, aki teljesen túlterhelt lesz, csak inkább mindent egyedül csinál, mert nem biztos, hogy ők megcsinálják. Aztán ő tönkre fog menni. Ebben a munkában nem történik itt semmi az égvilágon. Ugye? A bizalom az egy nagy dolog, de munkatársak között is úgy van. Valamit megbeszéltünk értekezleten, hogy ki mit fog vállalni, megbeszéltük, ki csinálja, mit csinál, mikor lesz kész. Ugye? Ezt a három dolgot mindig rögzíteni kell, ha megbeszélünk valamit. Ki csinálja, mit csinál, mikor lesz kész. És bízunk abban, hogy ez úgy is lesz. Lehet, hogy még ránézek az illetőre, hogy tényleg csinál, vagy figyelmeztetem biztonság kedvéért, hát elfelejti, de alapvetően megbízom az embereimben. Ha megbízunk egymásban, akkor tudunk együttműködni. Az együttműködés a bizalomra épül. Együttműködni az azt jelenti, hogy egy nagyobb munkában mindenki vállal egy részfeladatot, de függünk egymástól. Tehát én nem tudok tovább lépni, hogyha a másik nem csinálja az ő dolgát. De bízom benne, hogy meg fogja csinálni, tehát nem fogok izgulni, és nem is helyette fogom csinálni, hanem megvárom, közben megteszem az enyémet, aztán valamikor itt összeérnek a folyamatok, és együtt mehetünk tovább. Ugye? Ez az összetartás, vagy összetartozás, ha nem írom föl. Tudjátok, hogy mire gondolok. Tehát mindenki megbízik a csapattársában, és ezért tud vele együttműködni. Ehhez megint kell ugye egy ember, aki nagyon-nagyon leül mindenkivel, hogy ugye azt ígérted, hogy meg is kell csinálni, mert ha nem tudunk együttműködni, akkor szétesik az egész. Ha ez is megvan, és ugye ez az elején rengeteg munka, csak mondom. Ugye főleg, amikor új emberek jönnek a csapatba, ugye valaki kiesik, valaki más jön be, annak először meg kell szoknia a dolgokat, nem ismerjük, nem tudjuk, jó lesz-e, nem lesz jó. De hát bízunk benne, ugye megelőlegezzük a bizalmat, mert akkor tudunk együtt működni. Fordítva nem működik, hogy először feladatokat adunk, aztán még mi is csináljuk helyette, vagy mellette, a biztonság kedvéért, hát ha nem sikerül jól neki, és akkor az illető úgy fogja érezni, hogy hát igazából itt nem bíznak meg bennem. Adnak egy feladatot, de más is csinál ugyanazt. Hát akkor én meg minek? Ugye? Valakit beveszek a csapatba, mert azt hiszem, hogy jó lesz. Megnézem, hogy tényleg jó-e. Az elején néha kicsit sűrűbben beszélünk egymással, utána látom, hogy működik ez. És ettől mi történik?
Ettől ez a csoport egy új egység lesz. Alakul az emberek között egy bizonyos légkör, egy kultúra. Például egy közös nyelv. Ugye, mert van egy közös küldetésünk, ez jár állandóan a fejünkbe, és ha éppen nem jár, akkor a vezető gondoskodik arról, hogy mindig arra gondoljunk, hogy miért is csináljuk ezt az egészet, amikor éppen megbeszéljük a munkánkat. Ő miért dolgozik ilyen sokat, a többiek miért dolgoznak ilyen sokat? Hát azért, mert ezt a küldetésünket akarjuk elérni, és ugye a küldetéshez tartoznak bizonyos szakszavak általában. Akik együtt vannak a csapatban, értik, aki nem a csapathoz tartozik, nem tudja, hogy miről van szó. De egyáltalán nem. Ugye, tehát amikor a pedagógusok beszélnek egymás között, és dobálják a rövidítéseket, akkor egy presbiter odahallgat, és érti, hogy miről van szó. Eseni? Mi az az eseni? Eseni is gyerek. Hát ez, mi van vele? Hát ez honnan jön ez? De fordítva ugyanúgy, ugye, amikor a gondnok beszél a lelkésszel arról, hogy egyház főhatósági igazolást kell kérni, akkor egy pedagógus kicsit furcsán néz ki a fejében, hogy mi van? Egyház főhatósági igazolás? Hát ilyen szó nincs is magyarul. De van. Ugye, ez történik, amikor egy bizonyos területen, egy bizonyos küldetés felé dolgozunk, és alakulnak, vagy először alakul a közös nyelv. Kezdjünk rövidítéseket használni, fél szavakból is megértjük egymást. Alakul egy közös kultúra, hogy mit tartunk fontosnak. Ki a bezek ember? És ugye, más és más háttérből jövünk, akkor más értékek kerülnek bele a csapatba, amiket ugye egyességre kell hozni. Például, amikor egy bolt hoz egy döntést, hogy szeretne internetes boltot is létrehozni, akkor informatikust kell behívni a csapatba. De ugye a boltba az a bezek, aki a legjobban tud kommunikálni a vevővel, olyasmit is el tud adni, amire a vevő nem is gondolt, olyan árba, amire a vevő nem is gondolt például. Tehát ugye megvan az emberi kapcsolat, ráérez arra, hogy a másiknak mire lenne szüksége, vagy mit lehet rátukmálni, és akkor így alakulnak a dolgok. Egy internetes boltnél ez nem így működik. Ugye? Beveszünk egy informatikus a csapatba, ő nem emberekkel szokott foglalkozni, hanem billentyűkkel. Tehát neki az a fontos, hogy működjön a program. De szépen működjön a program. Tehát minden helyén legyen. Neki az a csúcs, hogy utána eladnak-e egyáltalán valamit, az a programozónak általában mindegy. Tehát ő olyan szépen programozta, hogy még soha senki, minden a helyén van, igaz, hogy senki nem tudja használni rajta kívül, de hát ahhoz ő nem tehet. És olyan ilyenkor kell egy harmadik ember, aki a vásárlói élményt fogja elemezni, de meg fogja nézni az internetes boltba, hogy ha én vevő vagyok, akkor nekem mi lenne a logikus. Ugye? Ez az az ember, aki a kettő között van. Ismeri az embereket, tudja, hogy egy ember mit szokott nézni, tehát tanult egy kis pszichológiát, tudja, hogy egy ember hogy néz ki egy weblapot, mire van szükség, hogy megértse, hogy lesz úgy gördülékeny, hogy tényleg annyit fog venni, mint amennyit tervezett, tehát nem lesznek meglepetések a végén, mert akkor az egészet kidobja, és akkor ő beszél, ugye? Azokkal az emberekkel, akik a boltban szoktak eladni cuccokat, beszél a programozóval, és akkor kezd működni a dolog. Értitek? Ugyanígy egy iskolába, vagy egy gyülekezetben is. Ha megvan a közös küldetés, ha mindenki a helyét, mindenki tudja, elkötelezett felelősséget érez, rendelkezésre állnak a megfelelő eszközök, elég ember, elég kolléga, mindenki bead valamit a közösbe, megbízunk egymásba, együtt tudunk dolgozni, akkor alakul egy közös kultúra. Hogy mi ezt így szoktuk csinálni. Egyrészt ez mindig jó, ugye? Mert ez összekapcsolja a csapattagokat. Mi így szoktuk. Vigyázni kell, amikor ez már kirekesztővé válik. Valaki nyugdíjba megy, az iskolából valaki más jön be, és akkor nem is tudja. Tehát, és akkor lesz ilyen belső kör, meg egy még belső kör, meg az igazi belső kör. Tehát
akkor baj lesz. Vagy presbiter választások után újabb jönnek be, és csak nézik, hogy mi történik itt. Ja? Tehát az a kultúra az egy jó dolog, ha mindenki egyféleképpen gondolkodik, egyféleképpen beszél, de lehet probléma is. Akkor válik problémává, amikor ezt azért használjuk, hogy másokat kirekesszünk. Ja? Inkább használjuk arra, hogy mi azért szoktunk így meg így viselkedni, mert, és visszakapcsoljuk ide, mert mi mindannyiunk azt valljuk, hogy a küldetésünk ez meg az. És ezért teszünk bizonyos dolgokat, más dolgokat meg nem. Ezért tartunk bizonyos dolgokat fontosnak, más dolgokat meg annyira nem. És te most jöttél be a csapatba, és lehet, hogy ugye az új embernek nagyon jó ötletei vannak, mert kicsit kívülről látja, kicsit meg fogja változtatni itt a történetet, és az nagyon jó. Csak ha én vagyok az új ember, és belekerülök egy meglévő csapatba, akkor értsem már meg, hogy nem, az én kedvemért nem fognak mindent hirtelen másképp csinálni. Mert ki vagyok én? Én vagyok az új fiú, vagy az új lány. Én jöttem most ebbe a meglévő csapatba. És ugye, amikor két csapatot kell egyesíteni, és ugye ez történik például, vagy történt, amikor a gyülekezet átvette az iskolának a fenntartását, akkor az elején lehet látni, hogy két különböző kultúra, két különböző gondolkodási mód, nem is értjük egymást az elején. Miért most ez a fontos? Miért kell hirtelen ezzel foglalkozni? Miért nem miért? Ugye? Megoldás az, hogy le kell ülni. Le kell beszélni. És ez hosszú. Ti tudjátok. Amikor két csapatot össze kell hozni, akkor ez több év. De fontos, hogy megtörténjék. Ugye? Természetesen, aki erre figyel, hogy történik-e ez meg, az a vezetőség. Ugye? Akár egy személy, akár több. Ugye? Valakinek az a dolga, hogy figyeljen oda. De nem ő fogja tudni véghez vinni, hogy a csoportból csapat legyen. Vagy több csapatból egy csapat legyen. Ugye? Ezt ostorral nem lehet megoldani. Ahhoz tisztázni kell ezeket a dolgokat magunkban. Minden csapatnak ezeket a dolgokat tisztáznia kell önmagában. Mi a küldetésünk? Az iskolának, a gyülekezetnek mi a küldetése? El tudnám mondani egy mondatban? Vagy röviden? Elkötelezett vagyok. Ezt felelősségemnek érzem. Ugye ez az első lépés. Iskolában ugyanúgy. Ugye? Akkor a takarítónak, vagy a szakácsnak, vagy a pedasszisztensnek mi a szerepe ebben a küldetésben? Miért fontos, hogy ő is ott legyen? Ugye azt is tisztázni kell. Akkor én hogyan járulok hozzá ehhez a célhoz? Vagy, ez már a vezetői fejjel gondolkodva mondom, hogyan lehet ezt a szemét úgy bevonni a munkába, kicsit átalakítani talán a munkájét, vagy valamit kitalálni, hogy ő érezze, hogy tényleg rész a csapatnak, rész a küldetésünknek, nem csak egy kívülálló, aki elvégez egy szolgáltatást. Ja, mert akkor másképp fog hozzáállni. De mindannyiunkon múlik. Tudjuk-e, hogy miért vagyunk itt? Tudjuk-e, hogy miért ebben az iskolában dolgozunk? Miért ebben a gyülekezetben szolgálunk? Mit is akarunk egyáltalán? Elkötelezett vagyok-e? Felelősségemnek érzem ezt? Az az első kérdés. Második kérdés az, hogy a helyemen vagyok-e? Tehát azt a szerepet töltöm-e be, ami a személyiségemhez passzol a legjobban. És olyan, ezt mondtam, hogy mindenkinél ez más. Azt nekem kell tisztáznom, elsősorban a vezetővel, hogy hát ugye ő, neki is fontos, hogy mindenki a helyén legyen. Hozzá tudok eljárulni az én adottságaimmal a csapatmunkához? Vagy van ötletem, hogy lehetne ezt jobban csinálni? Akkor meg kell beszélni. Ugye ez a második. Harmadik. Megbízunk egymásban? Annyira meg tudunk bízni egymásban, hogy talán a kollégámnak egy bizonyos gyerekre, vagy feladatra nézve jobb ötlete van, mint nekem, hogy mit kellene csinálnom. Lehet, hogy azt a nehéz gyereket inkább ő hozzá kellene küldenem, hogy nem én akarjam megoldani, hogy ott tartunk bizalomban, együttműködésbe.
hogy nekem az a lényeg, hogy ez a gyerek megtanulja, jól érezze magát, érett gyerekként menjen el az iskolába. Lehet, hogy nem rajtam múlik. Lehet, hogy nem én vagyok a kulcs bizonyos dolgokhoz. Ugye ez nagy kérdés. Presbitereknél ugyanúgy. Nem biztos, hogy nekem kell megoldanom. Látok valamit a gyülekezetben, az is nagy dolog, de nem biztos, hogy az én ötletem a legjobb megoldás. Nyitott vagyok-e arra, hogy a Szentlélek valaki másnak adja a tuti tippet? Lelkészeknek is szoktam mondani. Lehet, hogy Isten nem neked fogja elárulni a megoldást. Ugye, hagyjad már, hogy a presbiterednek is ilyen szép élménye legyen, hogy ezúttal Isten nekem mondta a megoldást. Most én tudom. Mi együtt dolgozunk. Ugye ez a következő kérdés. És utána, de hát ezt látni fogjuk, kialakul ez a közösségi érzés. Ez az igazi csapatszellem. Ugye? Ezért mondtam, hogy ehhez rengeteg munka kell. De ha ezt a munkát belefektetjük, akkor alakul ez, csak vigyáznunk kell. Nehogy ebből azt gondoljuk, hogy akkor mi jobbak vagyunk. Nem vagyunk mi semmi, nem vagyunk mi jobbak. Csak megszoktuk egymást, megszoktuk a küldetésünket, ezért megszoktunk egy bizonyos munkamódszert, de ha bármi változik körülmények között, az osztályba, ha pedagógus vagyok, a gyülekezet összetétele, bármi változik, új embert kell bevinni a csapatba, új lelkészt kell választani, új igazgatót, mit tudom én, akkor ez az egész egy kicsit átalakul, és legyek arra nyitott, hogy kicsit meg fog változni, de a lényeg az, hogy mi elkötelezettek vagyunk küldetés mellett, egymás mellett. Jó lesz, a helyemen vagyok, jól érzem magamat, de az a lényeg, hogy jó legyen, hogy be tudjuk tölteni a küldetésünket. Ha ezt sikerül elérni, akkor már tényleg nem csoport vagyunk, nem egymás mellett dolgozunk, mindenki a saját osztályába, hogy az iskolába az a nagy veszély, hogy közösen találkozunk a tanáriba, aztán amikor becsukom az ajtót, akkor én vagyok a király, a saját országomba, nagyon veszélyes ez, nagyon nagy veszély ez. Nem. Amikor ott vagyok az osztályomba, akkor ugye azon a kettes szerepem van, hogy az osztálynak is része vagyok, valamilyen formában, valamilyen szerepben, és a pedagógusi karnak, vagy az iskolának vagyok a képviselője ott. Tehát csukott ajtóval sem mondhattok és tehetek mást, mint amit vállaltam a tanáriba. Gyülekezetben ugyanaz. Ha megbeszéltünk valamit a presbiteri gyűlésen, és megszavaztuk, akkor megszavaztuk. És akkor utána nem mondom el, hogy hát, de én ellenet szavaztam, nekem volt egy másik ötletem, de az nem nyert. Nem. Azt nem ott mondom el. Presbiterek között megbeszéljük a dolgokat, hozunk egy döntést, ahogy kilépek az ajtóból, azt képviselem. És kész. Semmi mást. Értitek? Akkor mutatom, azzal mutatom meg, hogy tényleg értem a csapatmunkát. Nem egyszerű ez, meg kell tanulni, de ha megtanultuk, akkor meg fogjuk tapasztalni annak a gyümölcseit.